Megan édesapja nagyon ki volt azon akadva, hogy Harry és Megan nem akarnak részt venni II. Erzsébet királynő Latina jubileumi ünnepségén, melyet az Egyesült Királyságban egész évben kisebb-nagyobb rendezvényekkel ünnepelnek. Azonban úgy tűnik, hogy a pár meggondolta magát. Harry korábban pert akart indítani a brit kormány ellen, amennyiben nem kapja meg ő és a családja a megfelelő védelmet az Egyesült Királyságban tartózkodásuk alkalmával. Az információk szerint halálos fenyegetéseket is kaptak, így talán érthető, ha a pár óvatos. Végül azonban per nélküli megoldás született. A család fegyveres rendőri kíséretet kap az eseményeken való részvételek alkalmával. Gyermeküket is magukkal vitték az Egyesült Királyságba, így a királynő most először láthatta egy éves dédunokáját. Johnny Depp megnyerte a rágalmazási pert ex-felesége Amber Heard ellen, akinek 10 millió dollárt kell kifizetnie volt férjének kártérítés címén. A bíróságon kimondták, hogy Heard a 2018-ban megjelent esszéjében, melyben a családon belüli erőszakról írt, kifejezetten rossz indulatból írta, hogy ezzel kárt okozzon volt férjének. Továbbá az esszéjében leírtak hamisnak is bizonyultak. A színésznő szinte azonnal fellebbezést nyújtott be, valamint az ügyvédje elmondta azt is, hogy a színésznő nem tudja kifizetni a megszabott összeget, így ezzel ennek a pernek koránt sincs még vége. A szakértők úgy vélik, évekig elhúzódhat, mire végre pont kerülhet a per végére. Az Oscar gálán történtek után Jada és Will kapcsolata megindult lefelé a lejtőn, és úgy tűnt, válás van a levegőben. Ugyanis a házaspár nem kommunikált egymással. Jada kerülte a témát, és nem akart véleményt formálni egészen idáig. Az Oscar esettel kapcsolatban a legőszintébb reményem az, hogy ennek a két intelligens, tehetséges embernek lehetősége nyílik lelkileg meggyógyulni, kibeszélni a történteket, majd pedig kibékülni. A mai világban mindkettejükre szükségünk van, valójában mindannyiunknak nagyobb szükségünk van egymásra, mint valaha. Hogy kettejük házassága most milyen irányt vett, azt egyelőre nem lehet tudni, de ismerve Jadát biztosan beszámol majd erről is. Úgy tűnik, a hírességek sem kivételek a lopások alól, ugyanis a színész Tesla autójáról lelopták a kerekeket, és mindezt a színész otthona előtt tették meg. A kár nagyjából 1,5 millió forint. A színész egy podcast műsorban beszélt betegségéről. Nem tudok 5 oldalnyi szöveget megjegyezni. Nem vagyok rá képes. A színésznél még 1991-ben diagnosztizálták a Parkinson-kort, melynek következtében nehézségei támadtak a szövegtanulással. Elmondta azt is, hogy igyekszik olyan szerepeket vállalni, melyekben kevés a szöveg. A színész betegségére 1998-ban derült fény, amikor úgy döntött, hogy elmondja, min megy keresztül. Azonban ez egyáltalán nem törte derékba a karrierjét. A Thor szerelem és mennydörgés előzetese láttán sokan felkapták a fejüket, ugyanis Chris Hemsworth megvillantja benne a fenekét, melyet sokan elítélnek, hiszen szerintük egy ilyen filmben semmi keresnivalója sincs a pucérkodásnak. A női nézők azonban nem kizárt, hogy nagyon is örülnek ennek a villantásnak, és alig várják a filmet, mely július 7-én érkezik majd a mozikba.